Na szavaztuk, gyerekek! Sziasztok! Ebben a videóban csak azt akarom megmutatni, hogy jelenleg én, vagyis nem jelenleg, hanem alapjáraton mit használok a láncfűrészhez, milyen lánckenőt. Ugye ezt egy korábbi videóban megmutattam, de most az új még az még nincs megmondva, hogy keverem a benzint, tisztításhoz mit használok. Hát ugye, hát ennek már nincs meg a címkéje, de ez Ereszoil a fűrészmánia által használt, vagyis a fűrészmánia által ajánlott olaj, az 5 literes változat. Ezt nagyon meg vagyok vele elégedve, nagyon faszán tapad a láncra. Úgyhogy ezt használom már egy jó ideje, csak éppen kifogyóban van. Ugye akkor azért rendeltem ezt az SL 55 fűrészgép lánckenő olajat, amit az Elem Hungaro Lube Kft. Forgalmaz. Azt hiszem, hogy nyíregyháziak. Illetőleg hát VD40-et szoktam még használni. Hát ez olyankor inkább, amikor nagyon... Hát ezzel a kipufogóját szoktam, de nem akkor, amikor meleg a kipufogó, tehát félre ne értsetek. És hogy egy kicsit azért fényes legyen, ne legyen az a... Mikor a sáros helyen vágtam, akkor ugye sár rátapadt minden, aztán nem nagyon lehet, most hiába használ. Ugye ez olyan, mint a Dusty, csak ez Miglio, ezt ugye Erdélyben vásároltam, ami még mindig van belőle, és most fogy majd el, aztán majd fogok Dustyt venni. Viszont ezzel, ezek a foltok nem jönnek le, viszont a VD40-nel nagyon faszán minden lejön. Hát ugye, féktisztítóval nem szoktam műanyag részeket, tehát ez nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy műanyag részekre nem igazán. Általában láncot szoktam vele megtisztogatni, meg a lapot, meg ugye a lánckerék, vagyis a kuplunk harang körül, tehát ott. Tehát műanyagot én ezzel nem szoktam. Nehogy félreértsetek, ezért mondom direkt, hogy ezzel nem szoktam. Most, amit használok jelenleg, például üzemanyag keveréket, két ütemű olajat, ez a Motulnak a 2T, ugye két ütem, 710-es számú, nem tudom, mit jelöl a 710, mindegy. És tehát ez, látjátok, ez full szintetikus, tehát én nem használok se piros olajat, meg ilyen ezt az ásványi olajat, meg ilyesféle szarságokat. 100%-os olajat használok. Ugye ez az FD Jazo, vagy nem tudom, hogy mondják, Jazo FD ISO L LGD minősítést kapta ez az olaj. Ugye az a az jelöli a legtisztább, tehát ez garantálja a legtisztább motort, igen, ha jól mondom, és nem, tehát én nem teszek bele ilyeneket, hogy ásványi, vagyis ilyen, mármint úgy, hogy ez a piros ásványi olaj, mert hát gyerekek, óvjuk már a gépeinket. Na mindegy, szóval féktisztítót használok ugye a lánchoz, meg a laphoz, műanyagra nem teszem, tehát véletlenül se fakítsa ki. Ó, bár vannak, ugye van, aki azt mondja, hogy nem fakítja ki, van, aki meg azt mondja, hogy igen. Nem tudom, én nem szoktam rátenni, én csak a láncra, meg a lapra, és kész. Meg ugye a lánc, vagy a kuplunk harang körüli részre, még nem szedtem le a kuplunk harangot, majd úgyis le fogom, aztán ezzel fogom majd csak megtisztogatni belül, meg minden.
Úgyhogy, hát a VD40-et meg ugye azt is szoktam vele, ugye a láncot is beszoktam vele így előre kenni, attól függetlenül, hogy jó az olajzás az 572-nek, mert tényleg nagyon szeretem. Úgyhogy hamar, amint beindítom, nyomom neki a gázt, már jön is, tehát nyilván persze ugye üzemmelegre szoktam járatni, mert most már azért én erre vigyázok. És na, a lényeg, hogy úgy szoktam keverni a benzint. Igen, aztán még azt akartam mondani, hogy azért nem csak gyorsba, hogy igen, azért nem vettem még 20 kvarnás olajat, mert hát ugye ez már mielőtt megvettem az 572-t, már azelőtt megvolt, és mondom, addig ezt elhasználom. Tehát úgy szoktam keverni, hogy nekem van ez a kis fecskendőm, tubus, és van ez az olaj, itt van. Mutatom. Csak már elázott, mindegy, majd leírom újra. Kinyomtatom újra. Szóval van ez az olajmagyarázom. Ez a benzin olaj mennyisége a keverékekben. És ugye az 570, például az én gépemben, ugye az 50-es keverék, hát ja, az van előírva gyárilag. És ugye én általában nem nagyon, én, hát nyilván, ahogy mindenki is, annyit keverek ki, amennyit tudom, hogy el is fogok használni. Hát például én általában 1 litert szoktam kikeverni, és ugye itt írja, hogy 20 deci. Tehát ugye át kell váltani a mértékegységet, és akkor ugye könnyítésképpen, hogy az elején még azért ezekkel én sem voltam tisztában, de mivel hogy van ez az Excel táblázat, megtalálható az interneten bárhol. Ugye a, hogy mondják, tehát az 1 literhez ugye 20 deci kell, na most akkor ugye ez milliben van megadva, ugye átváltod, akkor milli, és akkor én ugye nyilván ilyenkor ugye 20 millit raksz bele, berakod az 1 liter benzinbe, és kész, ennyi gyerekek. Berakod a 20 millit az 1 liter bengába, azt csókolom. Nyilván, hogyha többet akarsz, akkor annak függvényébe kell a mérést csinálni. De én általában sose keverek ki, mert ha nem használ. Jó, nyilván, amikor nagy favágások vannak itthon, meg izé, akkor többet keverek. De most, ha csak így egy-két fát kell kivágni, akkor nem csinálok előle 5 litert. Minek? Úgyhogy, ja, lényeg, hogy ezt akartam csak mondani, hogy jelenleg ez van, ezeket használom. Persze ki fogom próbálni majd a 20 kvarna olajat is, a 2-5-5 például. Csak ez még hadd fogjon el. Nem egy olcsó olaj ez se, azt meg kell hagyni. Én azt mondhatom, hogy nagyon jó, tehát nem volt még vele probléma. Nem volt még vele probléma. Úgyhogy, gyerekek, ez a videó ennyi lett volna, csak hogy megmutassam, hogy én mit használok a gépeimhez, és most nem csak az 572, hanem a Fuchshoz is, és meg vagyok vele elégedve, meg hát azt akartam megmutatni, hogy én hogy csinálom az üzemanyag keveréket, ugye nekem itt van ez a segédlet. Jó, valakinek már nem kell. Mondjuk most már nekem se kell, de azért jó, ha megvan. És akkor ide. Felírtam, ugye ez a... Hát jó, ez a Fuchsinak a keveréke, ezt nem. De ugye innen már megszoktam, hogy az 50-est keverem a husiba, és akkor mondom, amennyit használok, azt keverem be. És ennyi. Na, gyerekek, akkor még egyszer. Ugye ennyi lett volna ez a videó, és lájkoljátok, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornámra. Már közel vagyunk a 100-hoz, és már nagyon, nagyon közel vagyunk.
gyertek minél többen, hogyha tetszenek a videóim, a tartalmaim. És nyilván a cél az, hogy minél többet elérjünk, minél több feliratkozást, mert csak 100-at. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót. Sziasztok!